Múlt hétvégén tartották a Jézus szíve búcsú elnevezésű háromnapos programsorozatot, mely egy jelentős egyházi ünnep. 155. éve rendeztük meg innen Kalocsán a Jézus szíve búcsút. Ez a városnak és a szállásoknak a fő búcsúja. 1862-ben a jezsui tartják rendezték az elsőt, és azóta igyekszünk ezt a hagyományt életben tartani. Mészáros atya elmondása szerint, bár sokan részt vettek az ünnepségen, egyre nehezebb a híveket kimozdítani. Én úgy láttam, hogy a péntek, szombat, vasárnapi napon a hívek jó része részt vett ezen a, ezen a búcsún, Keserű tapasztalatom azonban az, hogy egyre nehezebb évről évre megszólítani vagy nem is megszólítani, hanem, hanem elhívni a híveket, hogy, hogy vegyenek részt rajta, lelkileg, szellemileg töltődjenek, illetve hogy lépjenek az elődeiknek a nyomába, hiszen Kalocsán mindenki, aki vagy a szállásokon aki él, a fölmenőik részt vettek ebben a búcsúban. A rendezvény 23-án, 24-én és 25-én zajlott, tehát három napot foglalt magába, és bár utolsó nap az idő nem kedvezett a szabadtéri programoknak, szerencsére a körmenet idején nem volt zivatar. Pénteken szombaton, ahogy említettem, számosan voltunk, vasárnap az időjárás azért megtréfált bennünket, de mindenki, aki szabadtére rendezvényt szervez, tudja, hogy az időjárás egy nagyon fontos tényező, minden mást meg lehet szervezni, az időjárás olyan, hogy amilyen, azt úgy fogadjuk el. A körmenet idejére, ami egyébként a búcsú leglátványosabb eleme, hála Isten nem esett az eső, úgyhogy az oltári szentséggel eső és cseppmentesen beértünk a főszékesegyházba, előtte is, utána is esett az eső. A három nap során szentmisék voltak, melyeket vendégatyák celebráltak, a gyónáshoz lehetett járulni, szentségimádási órák voltak a régi szép énekekkel, tehát örömét lehetett benne, aki részt vett ezen az ünnepségen.